az elmúlt szezonban a bajnoksághoz menet közben csatlakozó újoncként a 8. helyen végzett az NB2 keleti csoportjában a Sunshine Nyitse. A 2016-2017-es szezon előtt több magasabb osztályt is megjárt kosaras, Farkasinszki Gábor, Balog András, Asztalos István csatlakozott a kerethez, így az elvárások is magasabbak lettek, az első 4 hely valamelyikének megszerzését tűzte ki célként a Kovács Tibor által irányított együttes. A nyíregyházi kosarasok eddigi 9 meccsükből 4-et megnyertek, és 5-ször szenvedtek vereséget. Nagy csapatépítés nem könnyű, mert az előző szezonban lévő csapat nagy részével én több évig utánpótlás szinten együtt dolgoztam. Oda-vissza azért ismertük egymás gondolatát, tudtunk ki mire, hogyan számíthat, illetve hát meglepetés csapatként azért több olyan győzelmet adtunk a tavalyi bajnokságban, ami esetleg nem volt várható. Ebben az idényben már azért az ellenfelek is már tudják, hogy kire kell készülni, főleg annak a tekintetében, hogy látják a csoportos játékengedélyen, hogy milyen játékosok kerültek hozzánk, és azért ők azért ilyen szinten tekintélyt parancsoló játékosok a maguk nevében. Én azt gondolom, hogy a cél az reálisnak tűnik, az eddig elért eredményben kisebb hiányérzetem azért van. A csapat kapitánya Horváth Bence szerint a bajnokság második felében jobb eredményeket ér majd el az együttes. Úgy gondolom, hogy az új játékosaink lökést adtak a csapatunknak a tavalyi kerethez képest, és hogyha még többet tudunk együtt edzeni, még több idő el fog telni, hogy összecsiszolódjunk, úgy gondolom az elsőtől a negyedik pozíciókig bármelyik váróval odaérhetünk. Mint Kovács Tibor elmondta, a keret még nem végleges, januárban új játékosok csatlakozhatnak a csapathoz. A következő 1-2 hónapban is már vannak olyan tervek, és vannak olyan információnk, illetve már egy olyan játékos is, aki már bekapcsolódott most az edzés munkába, hogy bízunk benne, hogy legalább 2 játékossal tovább fog bővülni ez a csapat. A bajnokság január 7-én folytatódik a Sunshine Nyitse számára, akkor a debreceni Zicser Tigrisek csapatát fogadja Kovács Tibor együttese a Bánki csarnokában.